Üdvözlöm nézőinket! A Globo magazin vasárnap friss adással jelentkezik. Nézzünk az elmúlt napok legfontosabb híreit megyénkből. A hagyományokhoz híven idén is közös összejövetelre várta Szerencsváros önkormányzata a helyi vállalkozókat január 4-én a Rákóczi Várszínház termében, ahol Nyíri Tibor polgármester, Koncz Ferenc országgyűlési képviselő és Bihal Tamás a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei kereskedelmi és iparkamara elnöke osztotta meg gondolatait a résztvevőkkel. A 2019-es esztendő szomorúan indult egy monoki családnak. Büdi Erika és gyermekei január 3-án este 6 óra után a szomszédokhoz menekültek, mert egy elektromos zárlat következtében kigyulladt a házuk. A családnak a kisebb bútorokon, használati tárgyakon kívül pénzre lenne szükségük, amelyből egy új házat tudnának majd vásárolni a településen. 5. alkalommal rendeztek pénzdíjazású teremlabdarúgó tornát Tokajban. A két napos január 4-én és 5-én életre hívott kihíváson élvonalbeli és amatőr szintű csapatok is megmutathatták képességüket, akik csoportokra osztva majd egyenes kieséses rendszerben harcolhattak a legjobbnak járó címért. Az értékes díjakat a torna fővédnökétől, Posta Györgytől, Tokajváros polgármesterétől vették át a résztvevők, amelyet idén a Nyírség Kopi csapata érdemelt ki. Várjuk Önöket Borsod-Abaúj-Zemplén megye friss híreivel, érdekes riportjaival vasárnap 16 órától. Nézzék adásunkat online honlapunkon a globotv.hu címen. Viszontlátásra!